Szülők árultak süteményt a gyermekeknek a Gárdonyi Géza általános iskolában. A diákok a tanítási szünetek alatt vásárolhatták meg a finomságokat. A tanulók körében népszerű volt a program. Azért érzem jól itt magam, mert nagyon jó, nagyon finomak a sütik, főleg a Patriknak az anyukájája, az nagyon jó. Finomak a sütik, és jót lehet szórakozni, mert sok sütit lehet vásárolni. A vásárt már a tavalyi évben is megszervezték a gyerekek legnagyobb örömére. Dobra László, az intézmény igazgatója elmondta, a tanulók szeretik ezt az akciót, a szülők pedig annak ellenére, hogy dolgoznak, örömmel segítenek. Ez a kezdeményezés tulajdonképpen tavaly indult. Tavaly szervezett ilyen akciókat először a szülői szervezet, az osztályok, szülők hoznak be süteményeket, illetve a felsősök technikaórán készítenek, és ilyen jelképes összegér árulják mindenkinek. A bevételt után a szülői szervezet átadja a diák önkormányzatnak. Tehát tulajdonképpen a gyerekek javára készül ez az egész. Az iskola igazgató elmondta, a nagy sikerre való tekintettel a jövőben is szeretnék folytatni a kezdeményezést.